A 2019-es év mérföldkőnek számít Tölgyes Dorottya pályafutásában. A nyírbátori asztali teniszező tagja volt a serdülő és az ifjúsági válogatottnak, az Európa ranglistán negyedikként, a világranglistán 11-ként is jegyezték ebben az esztendőben. A 15 éves játékos Bangkokban és Luxemburgban is részt vett a Nemzetközi Asztali Tenisz Szövetség tehetséggondozó programja keretében szervezett edzőtáborban, júliusban a korosztályos Európa-bajnokságon, októberben pedig az Európa top 10-es versenyen képviselte a magyar színeket. Október végén a lengyelországi Vladislavovo adott otthont az ITTF World Cadet Challenge elnevezésű versenynek, amelyet serdülő világbajnokságként tartanak számon a sportákban. Tölgyes Dorottya a csapatverseny során valamennyi ellenfelét legyőzve segítette aranyéremhez az Európa válogatottat. Emellett Nyírbátorban az év sportolójának választották a fiatal tehetséget. Igazából úgy érzem, hogy mondhatni ez volt az eddigi legjobb éve már, mint asztali tenisztéren, mert benne lehettem az Európa válogatottban, az Európa bajnokságon is szerintem nagyon jól szerepeltünk így csapattal összességében is, tényleg hazai versenyeken is én azt mondom, hogy amit kellett, megnyertem, és még azért voltak úgymond ilyen meglepetés győzelmek. Szóval tényleg én úgy gondolom, és Sanyibámmal is a múltkor beszéltük, hogy nagyon jó évet zártunk. A Lengyelországban szerzett aranyérem megerősítése volt a nyírbátori klubban és a válogatottnál végzett munkának, valamint a játékosnak is plusz motivációt adott a jövőre nézve. Nagyon nagy eredmény volt, és annyira jó hatással volt rám, hogy még jobban szeretnék máskor szerepelni nemzetköziken, hogy ezt is el lehet érni, csak munka kell hozzá, és most még jobban oda teszem magam, majd jövőre megpróbálok többet edzeni, többet esetleg Pesten edzeni, ugye felnőtt válogatottal, szóval tényleg nagyon jó hatással volt rám, én úgy gondolom. Tölgyes Dorottya jövőre már első éves ifjúsági versenyzőként utazik a tornákra. Célja a tapasztalatszerzés, de mint elmondta, ott szeretne lenni sorozatban negyedik Európa-bajnokságán, és az évvégi világbajnoki részvétel sem elérhetetlen cél számára.